Több mint 6 órás műsorfolyammal várja a nézőket az ATV a vasárnapi önkormányzati választások estéjén. Nem csak a legfontosabb híreket és a legfrissebb eredményeket, de helyszíni tudósításokat is láthatnak nálunk. A képernyőn ezúttal is a már megszokott csapat várja önöket. Reméljük, még nem felejtették el az ATV-ben. Gőzerővel készül az ATV a vasárnapi önkormányzati választásokra. Csatornánk egy több mint 6 órás műsorfolyammal várja nézőit, méghozzá egy összeszokott csapattal. A házigazda ezúttal is Svábi András lesz. Én különben az a típus vagyok, aki így ráhangolja az agyát valamire, és akkor elkezd már, most nem túlzok, hogy hónapokkal korábban ezen agyalni, hogy hogy lesz, mint lesz, figyelem az ezzel kapcsolatos híreket, de értelemszerűen a legizgalmasabb hét az ez a hét, az utolsó hét, a választást megelőző legutolsó hét, amikor felpörögnek az események, elképesztő váratlan dolgok jönnek, ugye olyan dolgok, amire mi se számítottunk, mi is csak sokszor nézünk ki a fejünkből a mostanában hallott hírek és videóknak a láttán. Az eredményeket ezúttal is Krug Emília és Vujit Vritko fogja ismertetni a monitoron. A felkészülésen nem volt könnyű dolguk, több mint 3100 településen lesz szavazás. Ki kellett választanunk azokat a kerületeket, városokat, amiket be fogunk mutatni, mert ugye mindent nem lehet. Ez az első, és hát utána van egy nagyon-nagyon-nagyon szép grafikánk, ami érthetővé teszi ezt a rengeteg adatot, és majd amikor már a végeredményekhez közelítünk, akkor pedig a testületek összeállását, arányát is meg fogjuk tudni mutatni. Az ATV vezérigazgatója úgy fogalmazott, a választási műsor olyan a csatorna számára, mint a futballban a Bajnokok Ligája döntője. A legjobb felállással kell pályára menni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szoros, nagyon izgalmas választás következik vasárnap, mert egy nagyon kemény, nagyon feszült és nagyon durva kampányon vagyunk túl. Rengetegen nézték az ATV hírműsorait, úgyhogy egy nagyon magas várakozás előzi meg a vasárnapi eredményeket. Rónai Egon ezúttal is szakértőkkel elemzi a legfontosabb eredményeket és eseményeket. Az Egyenes Beszéd műsorvezetője ugyanakkor már a jövő hétre is készül. Itt most különösen érdekes lesz, mert nagyon sokan reménykednek győzelemben, és nagyon sokan reménykednek abban, hogy az ő kedvencük, az ő pártszíneik, vagy gondolkodásmódja, vagy éppen politikai programja miatt kiválasztott szereplőjük, jelöltjük, majd győzni fog. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a győzteseket éltetni, hanem a veszteseket meghallgatni is érdemes lesz egy választás utáni héten. Ezen a monitoron láthatják majd a legfrissebb eredményeket és mandátumbecsléseket Krug Emília és Vujit Vritko kollégám tolmácsolásában. Az ATV választási estéje pedig a szokásos 17:30-os hírekkel indul majd. A híradóban Korvin Tibor riportját látták.